A buddhizmus a világ egyik legősibb vallása. Vallás és filozófia, mely szerint csak az önismeret ment meg a szenvedéstől. 350 milliónál is többen gyakorolják. Sokan vonzódnak egy olyan valláshoz, amelyik az egyént magasztalja. Felkeresem a buddhista világ 7 csodáját. Azokat, amelyek a buddhizmus hosszú és gazdag történelméről mesélnek. Találkozom olyanokkal, akik segítenek megérteni a vallásból fakadó eltérő irányzatokat. Felfedezem a kezdeteket, a fejlődését, és elutazom a legszebb buddhista épületekhez, amiket a világ különböző pontjain építettek. És feltárom, hogy ez a filozófia miért vonza immár 2500 éve az embereket. A buddhisták száma évről évre nő, melynek okát a buddhista világ 7 modern és ősi csodája révén fogjuk megismerni. A buddhista világ 7 csodája. Észak-Kelet-India, ahol a buddhizmus elkezdődött Krisztus előtt 500 évvel. Zarándokok milliói érkeznek Bodh Gaya szent városába, hogy lássák azt a helyet, ahol egy ifjú indiai herceg egy megrázó felismerés miatt a ma ismert Buddhává lett. 20 esztendőn át tanulmányoztam Buddha életét. Méghozzá azért, mert tetszett az a radikális korszak. Abban az időben olyan férfiak éltek, mint Buddha és Szókratész, akik fejtetőre állították a világvallását. A hagyományok, a konvenciók és a rituálék helyett az erkölcsre és az emberi elme lehetőségeire koncentráltak. Azért követtem kitüntetett figyelemmel a buddhizmus ösvényét, mert a 25 évszázadon átívelő filozófia jelölte ki az ókori társadalomból a mai, modern világba vezető utat. Mahabodhi, a nagy megvilágosodás temploma az észak-kelet-indiai Bodh Gayában, a buddhista világ első csodája. Bodh Gaya azért van itt, mert 2,5 évezrede egy férfi belső, személyes reveláción esett át, miközben egy fügefa alatt üldögélt. Csendes, egyszerű kezdet, mely végül ezzel végződött. Úgy hívták Siddhartha Gautama, aki lemondott a javairól és a családjáról, és álhatatos keresésbe fogott. Útnak indult, hogy megértse az emberi lét azon kihívásait, amiket a maga körül mindenfelé látott szenvedés, bánat és keserűség okoz. Hosszú és küzdelmes út volt. Siddhartha lemondott az anyagi világ kényelméről, és heteken át meditált. Szakított a régi élettel egy olyan helyen, amit az elmúlt több ezer évben a régi istenek uraltak. Végül elért nirvánába, amit megvilágosodásként fordíthatunk le, és úgy vált ismerté, mint Buddha a megvilágosodott. A buddhista írások szerint erre a helyre jött, és addig nem mozdult, amíg választ nem talált a világ szenvedéseire. 2500 esztendővel ezelőtt, egy meleg tavaszi estén, Buddha idejött és leült. A történet szerint egész éjjel démonok kínozták őt, de amikor keleten emelkedni kezdett a nap, megvilágosodást talált.
A Bodhgaya templom a buddhizmus mekkája, ahol a hitük szerint Buddha megvilágosodott, ott, ahol még ma is él a bodhifa vagy annak dédunokája. Itt emlékeznek arra az áttörésre, amikor Buddha felismerte az univerzum valódi természetét. Buddha példája a világ minden tájáról vonza ide a látogatókat. Jelenleg 90 országban virágzik ez a vallás. Nem vagyok buddhista, de bármelyiküket megkérdezik, azt mondják, hogy ezt a filozófiát nehéz tanítani vagy elmagyarázni. A megértés legjobb módja az, ha átéljük. A buddhizmus megtapasztalásával próbálok annak a filozófiának a mélyére látni, amely néha bonyolultnak és elérhetetlennek tűnik. Kezdjük a buddhizmus három alapelvével, a három drágasággal. Az első, Buddha élete és példája. Minden jó buddhistát arra bátorítanak, hogy próbáljanak meg úgy élni, ahogy ő élt egykor. Buddha tanításának első és legfontosabb pontja, ami élesen eltér a többi vallástól, az, hogy Buddha tanai szerint mindnyájan egyes egyedül saját magunk vagyunk felelősek a saját életünkért és megváltásunkért. Senki más nem felelős ezért. Buddha nem tartotta magát Istennek vagy megmentőnek. Vezetőnek és tanítónak nevezte önmagát. Az üzenete az ősi India valamennyi népcsoportjához, a kereskedőkhöz, a földművesekhez és az érinthetetlen kaszthoz is eljutott. Buddha a spirituális megvilágosodás útján a hinduizmus számos tételét elvetette. Lemondott a hindu hiedelmek filozófiai összetevőiről, és kritizálta a brahmanák, a hindu papok elitista társadalmi helyzetét. Ugyanígy bírálta a kasztrendszert is, és önmagát a kasztrendszeren kívülre helyezte. Buddha a hátralévő éveiben erdőkön és mangrove telepeken átvándorolt, faluról falura. A kíváncsiskodók ételt és ruhát adtak a filozófusnak és a követőinek. Cserébe a céljaik újragondolására bíztatta őket, hogy átállítsák a morális iránytűjüket. Buddha nem alapított egyházat vagy templomrendszert, de idővel az élete fő állomásai szentélyekké alakultak át. Eredetileg Bodhgaya is egy kis vidéki menedékhely volt, amit a halála utáni 200 évben csak egy kőmelvéd jelölt. A 6. századtól azonban már a Mahabodhi templom állt a helyén. Négyszáz évvel később az első templomot, amit itt építettek fel a bodhifa tiszteletére, egy másik templommal cserélték fel, ahol ereklyeként őrizték az akkoriban széles körben elterjedt Buddha alakot. A Mahabodhi templom a buddhista templomok fontosságát és azt a gondolatot hirdeti, hogy építsünk templomokat a kegytárgyak számára. Az évszázadok során a templomok, a zarándokok és az egyházi hierarchia alapján a buddhizmus is egyfajta vallássá lett. Bocsánatos tévedés, ha azt hiszik, hogy a buddhizmus a világ egyik vezető istenhite, hiszen éppen ez a különbség. A személyes erkölcsöt kihangsúlyozó, a múltbéli konvenciókat, hagyományokat és rituálékat elvető rendszer miatt Buddha elhozta nekünk a modern világot. Sosem tagadta az istenek létezését, csak azt mondta, hogy nem kell rájuk támaszkodni ahhoz, hogy minden rendben legyen. A buddhista források szerint az új világ magvait elvető Buddha 84 évesen halt meg. A testét elégették,
de a csontjai meg sem pörkölődtek. A csontokat szétosztották a buddhizmust követő törzsek, uralkodók és birodalmak között, akik emlékműveket vagy sztúpákat építettek a maradványai fölé. Katmanduban, Nepál fővárosában áll a Bodanat sztúpa, a buddhista világ második csodája. A Krisztus utáni 5. században, vagy a 6. század elején építették, többször átalakították, és végül a 14. században vált-e hatalmas sírhelyé. Az indiai szubkontinens legnagyobb szentélyébe buddhisták ezrei zarándokolnak el évente. Bodanatban sokan tudnak a buddhizmus 3 égkövéről. A buddhizmusban a buddhisták 3 dologban érdekeltek, és ez a 3 égkő, amelyek szorosan összefüggnek. Az első Buddha a vallás alapítója, a második a szangha, a szerzetesek és az apácák közössége, a harmadik a dharma, amely Buddha tanításaira utal. Más szavakkal ez az, amire Buddha rájött, és természetesen ez a teljes igazság. A Bodanatban sétálva az az érzésünk, mintha állandóan figyelnének, ami nem csoda, hiszen Buddha mindent látó szeme néz le ránk. Az arca közepén látható különös alakzat nem az orra, hanem a szanszkrit egyes szám, ami a buddhista hit egységét jelzi. Amiket szintén nem láthatunk az ábrázoláson, azok Buddha fülei. A történet szerint azért, mert Buddha nem akarta hallani, hogy őt imádják. A buddhizmusban az a különleges, hogy ez a vallás nem egy központi figura köré épül fel. Itt az egyén a saját maga ura és parancsolója, és az egyes emberek irányítják az emberiség sorsát. A Bodanat sztúpába érkező sokaságban gyakran tűnik fel, és teszi tiszteletét Buddha előtt Ani Chorling, a buddhista apáca, akinek a hangját egész Nepál ismeri. Úgy ismerik, mint az éneklő apáca. Nézetünk szerint ez egy erősen spirituális, szent hely. A sztupában Buddha minden nagyobb relikviája megtalálható, ezért egy nagyon különleges vallási helyszínnek számít. Akik ide jönnek, mantrákat mormolnak, és az elmélkedésre koncentrálnak. Sétával és leborulásokkal biztosítják a fizikai egészségüket, és tartják tisztán a tudatukat. Mantrákkal és imákkal próbálják a pozitív gondolatokat magukhoz vonzani. Ez egy nagyon-nagyon áldott és megszentelt hely. Ani Tibetből jött. Nepálban tibeti buddhisták ezrei élnek menekültként. A buddhizmus ugyanannyira tibeti, mint nepáli. A rugalmasság és a sokszínűség a buddhizmus erősségei. Buddha maga mondta, hogy nincs hivatalos buddhista nyelv. A buddhisták inkább Buddha bölcsességének egyetemes fontosságára összpontosítanak. Egyesek szerint ebben a sztúpában temették el Buddha néhány csonttöredékét. Nem biztos, hogy sikerül, de megpróbálom bebizonyítani. Annyi biztos, hogy egész Nepálban ez a legnagyobb sztúpa, ami egyben a világ egyik legnagyobbja is. Lenyűgöző, de a jelentőségét nem a kinézetének, hanem a jelentésének köszönheti, ugyanis egy különleges dolgot reprezentál. Az építője számára ez volt Buddha elméjének megtestesülése. Buddhát hasonló nézetű és célú emberek vették körbe, és fokozatosan közösséggé alakultak át. A korabeli arisztokratikus tanács még nevet is adott nekik, Sangha,
A buddhista szangát hithűszerzetesek és apácák alkották, és a buddhizmus három drágaságának egyike lett. A szangával kapcsolatos első élményem a bűnösség érzése volt. Bodanatban minden hajnalban összegyűlnek a különféle korú szerzetesek, hogy megkezdjék az első rituálét. A szangha az egyik legrégebben aktív, spirituális szervezet a világon. Nők is tartoznak hozzá, és bárki lehet a tagja, aki fegyelmezett környezetben szeretné gyakorolni Buddha tanításait. Minden idejét a filozófus gondolatainak szenteli, és mentes a hétköznapi élet kötelmeitől. Katmandutól néhány kilométerre Ani, az éneklő apáca, egy saját zárdát működtet olyan tizenéves lányoknak és fiúknak, akik vállalják egy buddhista novícius életét. A szerzetesekhez hasonlóan az apácáktól is cölibátust várnak el. Ők ugyanis a három égkő egyike, akik nem csupán Buddha követői, hanem a teljes hitrendszer megtestesítői is. A buddhizmus három égkövéből kettőt már megtanultam, a szangát és Buddha életét. De mi a helyzet a harmadikkal, a dharmával, vagy tanítással? Tudomásom szerint a dharma nem más, mint az, hogy tégy bármit, ami minden más lény előnyére válik. Nem okoz nekik kárt, csak is örömet, beleértve magadat is, és minden más egyebet. Ez a dharma. Dharma na hindu bodh ho, sikh islam na jai. Dharma chitta ko shuddhata, dharma shanti sukh chai. Dharma means a dharma, a szív tisztasága, dharma means a béke, and dharma és valamennyi emberi társadalom jóléte. Hogyan érhetjük el a dharmát? Vannak szabályok és előírások, amelyek útmutatást adnak? Megtanítják nekünk, hogy mi okoz és mi okozhat szenvedést, és azt is, hogyan ne okozzunk szenvedést mások életében. Úgy gondolom, hogy a tanítás befogadása a saját és mások jólétéhez járul hozzá. Szerintem ez a dharma. Buddha tanai karizmatikusak és forradalmiak voltak. De, mint minden nagy gondolatnak, támogatásra volt szükségük, hogy teret nyerjenek és fejlődjenek. A szavai széles néprétegekhez értek el, de a buddhizmus csak a halála után 200 évvel kezdett szárnyalni. Krisztus előtt 250-ben a könyörtelen Asóka császár, aki az ősi India nagy részét uralta, a buddhizmus legnagyobb szövetségese lett. Asókát kísértette a sok vér, ami a kezéhez tapadt, azért, hogy hatalomra jusson. Ezért úgy döntött, hogy az Istenhez fordul. A terve megvalósítása érdekében eltökélten támogatta a buddhista eszmék elterjedését az indiai szubkontinensen. A buddhista hagyományok szerint az Asóka utáni évszázadokban a filozófia 18 különféle irányzatot vett fel. Az egyik a Theraváda, amely főként Dél- és Dél-Kelet-Ázsiában még ma is létezik. Egy másik nagy irányzat a később kialakult Mahayana, a nagy szekér vagy széles út. Asóka a buddhizmus felvállalásával különleges nyomatékot adott a cselekedeteinek. Amit gondolt és ahogyan élt, az volt az ő karmája.
A karma szót nyugaton is jól ismerik. A korai indiai hitrendszerekben gyökerezik, de a karma értéke a buddhizmus alaptétele lett. Ezt fedezzük fel hamarosan a Szent Fog templomában, Kandiban, Sri Lankán, ami a buddhista világ következő csodája. A Sri Lankai buddhisták szerint a fog erekje Krisztus előtt 300 körül került az országba. Az erekje őrzése a királyok feladata volt, és az évek során az erekje a hatalomhoz való jogot szimbolizálta. Az erekje valóságossá teszi Buddha jelenlétét és hatalmat ad. A buddhista templomok mindegyikében van egy csontdarab, ahogy Európában is láthatjuk a szentek erekéit. Kézzel foghatóvá teszik a személy jelenlétét, hatalmat adnak a templomnak, és mágnesként vonzák a híveket. A szentély a kövezett udvar közepén áll. A mennyezetét holdkövek és virágminták díszítik. A bejáraton elefántcsontdombor művek vannak. A belső kamrában lévő fogerekét és más szent tárgyakat egy gazdagon festett folyosó veszi körbe. A szerzetesek a templom belső kamrájában imádkoznak hajnalban, délben és este. A fog a felső kamrában van egy ércládikóban, és csak a kiválasztottak láthatják. A szent erekét jelképesen illatosított vízből és virágszirmokból készült keverékkel mossák le. A gyógyító anyagokat tartalmazó szentelt vizet szétosztják a jelenlévők között. Hetente egyszer az anyák elhozzák a gyermekeiket. A kisbabák arra várnak, hogy megáldják őket a papok, és az életük során velük legyen Buddha ereje. Egy fehér fonalat kötnek a csuklójukra, ami azt jelzi, hogy Buddha elkíséri őket a halálukig. Nagyon fontos, hogy minél előbb megkapják Buddha áldását, mert abból, amit mostantól tesznek, gondolnak, mondanak és csinálnak, a karmájuk dönti el, hogy mivé születnek újjá a következő életükben. A karma a buddhizmus egyik alaptétele. Minden szándékos cselekedetünk, a gondolataink és a tetteink azt tükrözik, ami a jövőben történik majd velünk. Ha bántunk valakit, valaki bántani fog minket. Az ok és okozat elve jó vagy rossz következményekkel jár, attól függően, hogy mit csináltunk. A buddhisták szerint több életünk van. A jó és a rossz karma idézi elő a következményeket az életünk során, és még azon túl is. A karma természetesen lehet jó és rossz is. És Sri Lankán az elmúlt években a hatás-ellenhatás és az ok-okozat közti összefüggést brutális próbatételnek vetették alá. A majdnem 3 évtizede tartó véres polgárháborúban közel 100 000 ember halt meg. Sri Lanka lassan kezd kilábalni a hindu tamil kisebbség és a buddhista szingalész többség közötti konfliktusból. A Szent Fog temploma részben elpusztult a háborúban, de nemrég helyreállították. A buddhisták szerint a halál és pusztulás körforgása megtörhető. Azt állítják, hogy egy bizonyos ösvényen haladva kitörhetünk az élet, a halál és az újjászületés köréből, melynek neve szamszara. A szamszara nyomába eredve jutunk el a buddhista világ következő csodájához.
Amikor a buddhizmus megvetette a lábát Sri Lankán, hírnökök vitték el Buddha üzenetét a szomszédos dél-kelet-ázsiai birodalmakba. Tájföldön a 11. században terjedt el a téraváda buddhizmus. A Bangkokban élők közel 90%-a buddhista. Itt azért terjedhetett el ilyen széles körben a buddhizmus, mert a táj királyok kezdettől fogva támogatták. Az egyik itteni király maga Buddha szeretett volna lenni, míg egy másik 22 évig volt szerzetes, mielőtt a trónra került volna. Amikor egy család új palotát építetett, a szomszédban azonnal felhúzatott egy monostort vagy egy templomot, hogy ezzel is bizonyítsa Buddhához való kötődését. Bangkokban minden királynak épült egy templomkomplexum. A legnagyobb templomkomplexum Bangkokban a Wat Pho, a buddhista világ következő csodája. 1000-nél is több buddha alak van benne. Az épület együttesben egy templom, egy működő monostor és egy udvar is helyet kapott, ahol kézzel készült lótuszmotívumokkal díszített stúpák állnak. A saját fényűző csarnokában pedig az arany fekvő Buddha. Az arannyal bevont fekvő Buddha 43 méter hosszú és 15 méter magas. 1788-ban kezdték el építeni, és az építés 5 évig tartott. Ez a világ egyik legmonumentálisabb műalkotása, amit valaha láttam. Azt kell mondanom, hogy tetszik a hivalkodása, ahogy azt csugalja, hogy nézd rám, nézd, mire képes az ember. Néhány nyersanyagból is képes csodát alkotni, hiszen a szoborhoz több ezer gyöngyház töredéket és 153 aranylapot használtak fel. Azt azonban már nem mondhatom el, hogy ez a középút megtestesülése lenne, ami a buddhista eszme lényege, azaz bármi áron tartózkodja szélsőségektől és a túlzásoktól. Egy biztos, ez a bőség szobra, ami hatalmas, lenyűgöző és érzéki. A buddhizmusban az arany a nap vagy a tűz szimbóluma. A legértékesebb fémek többsége Szúriához, a hindu napistenhez kötődik. Tájföldön és más dél-ázsiai országban a buddhisták számára az arany a hódolat jele. Az ajándékba adott arany pedig az áhítat kifejezésének eszköze. A Buddha szobor felszínét borító aranyfüst az élő Buddhára utal, akinek arany aurája, azaz kisugárzása volt. Az arany a gazdagsághoz is kötődik. Ezért a táj fejedelmek a hódolata látványos formájával erősítették meg Buddha eszméje és az államhatalom közti kapcsolatot. A fekvő Buddhát harmadik Ráma király restauráltatta az uralkodása fénypontján, a 19. század derekán. Oroszlán póznak hívják, amikor valaki úgy fekszik, mintha felkészülne a halálra. Az illető a jobb oldalán fekszik, és a jobb karját a feje alá teszi. Buddha arcán azért látszik a nyugodt mosoly, mert megvilágosodást nyert nirvánában, azaz megmenekült abból, amit a buddhisták szamszárának hívnak. Ez az élet, a születés, a halál, a szenvedély, a vágy és a csalódás végtelen körforgása, ami csak is fájdalomhoz és szenvedéshez vezet. A szamszára hatékonyan biztosítja a születést és újjászületést. A szamszárában bármennyiszer megszülethetünk, és mehetünk egyik létből a másikba. Emberként, istenként, de akár egy állatként is újjászülethetünk.
A buddhisták szerint csak úgy törhetünk ki a szamszárából, ha megszabadulunk a vágyaktól, a szenvedélyektől és a hétköznapok rombolásától. Persze, könnyű mondani, de nagyon nehéz megtenni. Ezért a buddhisták az évszázadok során szigorú eljárásokat dolgoztak ki ahhoz, hogy ne engedjenek a zavaroknak, a világi csábításoknak, és felkészítsék magukat a nirvánába vezető megvilágosodás ösvényéhez. Erre Buddha a legjobb példa, aki arra tanított, hogy mindnyájan képesek vagyunk a szabadságra és a saját megvilágosodásunkra. Buddhának évekre volt szüksége ehhez a felismeréshez. A gondolatai a személyes élményei során, főként az intenzív meditáció idején szövődtek. A meditációt a buddhista világ következő csodájában ismerjük meg. A buddhizmus a középkorban is gyorsan terjedt. A 13. században a Khmer birodalomban, a mai Kambodzsában virágzott. Az Angkorban álló templomegyüttes az ötödik csodánk. Angkor Wat a Khmer császár szent palotája volt, aki a hinduizmust részesítette előnyben a buddhizmussal szemben. Nem egy szimpla épületegyüttesről van szó, mert a komplexum a hindu kozmológia szimbolikus megjelenítése. Az eredeti templomot a hindu Vishnu istennek szentelték. A fizikai és szellemi univerzum közepét testesíti meg, egy mítikus hegyet. Az ötszögletű falak a többi hegyet, a várárkok pedig a kozmikus óceánt jelképezik. Ez a hatalmas templomkomplexum a földi és az isteni hatalom ötvözete, és a kapocs az istenek és a királyok között. Elsősorban az ebbe a kapcsolatba vetett hit inspirálta a lenyűgöző épületegyüttest, de sokak számára túl fényűző és hivatalos volt, és a buddhizmus erre kínált megoldást. 7. Jayavarman, Khmer császár, áttért a buddhizmusra, és elhatárolódott az egykori hindu múlttól. 1200 előtt a templomokat főként a hindu istenek portréi díszítették, de az áttérése után a buddhista motívumok váltak meghatározóvá. Az uralkodása alatt könyvtárak és rendházak építésére, a közművekre és a nép számára is elérhető beruházásokra helyezte a hangsúlyt. Kambodzsában humanista fordulat történt, és ahogy a buddhizmus népszerűsége nőtt, úgy jelentek meg Buddha és követőinek képei a templomokban. Angkor ma már sokkal emberibb arcot mutat a nagyvilágnak. Az angkori épületegyüttes a Khmer építészet klasszikus példája. A 12. századi Khmer építészek merészen bántak a falazatokkal, és szövevényes homokkőtömbökkel burkolták be az emlékműveket. Angkor Wat a világszínvonalú tervezés harmóniájáról híres. Jellegzetes lótuszrügy alakú tornyok, fedett folyosókkal kiszélesített közlekedők, más folyosókkal összekötött helyek és teraszok tűnnek fel a templom fő ösvénye mentén. A falakon hindu mitológiai alakok és beszédes jelenetek láthatók. Ez a háborgó óceánt ábrázolja. A többi díszítő elem a fosztogatás és az idő áldozata lett. Díszes tukkók, aranyozott alakok, mívesen kimunkált mennyezeti elemek és ajtók. Ez volt a világ legnagyobb megszentelt épülete.
A buddhizmusban elsődleges az oktatás, aminek a legfőbb kulcs eleme a meditáció. A meditáció segítségével irányíthatjuk minden figyelmünket az univerzum alap összefüggéseire, és állhatunk készen arra, hogy megszabaduljunk a véletlenszerű folyamatoktól. Ez a szabadság, a megszabadítás, a nirvána. A buddhista szerzetesek meghívtak, hogy átéljem a meditáció élményét. A szangha tagjai naponta több órán át meditálnak. Az ülésmódjuk és a kéztartásuk is Buddhát idézi. Mozdulatlanul a légzésükre koncentrálnak, semmi sem zavarhatja meg azt. Nem aggódnak, hogy rosszul csinálják, száműzik a gondolatokat, az érzéseket, a félelmet és a dühöt, azaz a külvilág zavaró hatásait. Csak a lélegzetüket követik, és egyé válnak minden egyes lélegzetvétellel. Nem mondanám, hogy minden zajt sikerült kiszűrnöm, és sokáig bírnám ebben a testhelyzetben. De ha valaki most megkérdezné, hogy érzek-e dühöt a fejemben vagy a szívemben, azt mondanám, hogy nem. Megindító élmény Kambodzsába jönni, mert a buddhizmus szerencséje ezen a helyen volt a legforgandóbb. Évszázadokig a királyok és a nép filozófiájának számított, ami a vörös kmerek rémtetteinek köszönhetően úgy tűnt, hogy egyetlen nap alatt mindörökre megsemmisül. De lassan és fokozatosan kezd újra erőre kapni. És ma már úgy tűnik, hogy a világ egykor legnagyobb és legaktívabb buddhista komplexuma ismét a régi fényében tündökölhet. Még Kambodzsában a buddhizmus a vörös kmerek rémuralmának árnyékából nőtt ki. Kínában és itt Hongkongban is újra megerősödött. Ősi hagyományok egy modern társadalomban. A buddhizmus újra felemelkedőben van, köszönhetően annak, hogy a pozitív gondolkodás jól illik egy feltörekvő nagyhatalomhoz. Itt a zen ág a legnépszerűbb. Ami azért nem túl meglepő, mert bár főként Japánhoz köthető, mégis Kínából indult el. Ott indulok a zen nyomába, ahol a legerősebben van jelen. Hongkongban. A hatodik csodánk a hatalmas Buddha, amely az ázsiai várost fürkészi. Az 1993-ban elkészült hatalmas bronzszobor az ember és a természet, a nép és a vallás közti kapcsolat jelképe. A hongkongi óriás Buddha elkészítése a régi buddhista hagyományok feltámasztása. A szobor felállítását kezdeményező szerzetesek Japánba látogattak, majd bejárták Kínát, hogy lássák a középkori nagy Buddha emlékműveket. Végül azt másolták le, amit Lantánban láttak. Ez az egyetlen Buddha, ami északnak néz, Peking felé, és a mennyek temploma után a Tientan nevet kapta. A szobor minden része jelent valamit. Buddha lótuszülésben ül, ami a tó piszkos vízéből is kiemelkedni képes lótuszvirág csodájára utal. A kerek arc minden bizonnyal a hold tökéletes alakját utánozza.
A kupola alakú fej a bölcsességet jelzi. A kezei azért érdekesek, mert a jobb kezével áldást oszt, ami Buddha esetében azt jelenti, hogy az egész világot megszabadítja a szenvedéstől. A mellén a horog kereszt szimbóluma látszik, amit sajnos a nácik sajátítottak ki maguknak. Igaz, ők ennek a tükörképét használták, de valójában az univerzum erejét jelzi, azaz Buddha könyörülete és bölcsessége mindenki számára elérhető. A Buddha szobor egy oltáron lévő lótusztrónon ül. Hat kisebb bronzalak veszi körül, akik gyümölcsöt és tömjént kínálnak neki. Az ajándékok a buddhista filozófia aspektusait jelképezik, az erényeket, amelyek a megvilágosodáshoz szükségesek. A hatalmas Buddha a Polin monostor és templomkomplexum része, amit közel 100 éve építetett három buddhista mester. A japánul zen, kínaiul csán buddhizmus a Mahayana részeként fejlődött ki. Kínában és más észak-ázsiai országban gyakorolják. A zen buddhisták szerint minden emberben vannak értékek, amelyeket Buddha hív életre. Mind tovább fejlődhetünk, ez nem csak Buddha kiváltsága. A zen célja, hogy a meditáció és Buddha tanítása révén minden emberben felfedezzük az értéket. A végső cél teljesen megvilágosodott Buddhává válni. A meditáció mindig is a buddhizmus központi eleme volt, de Kínában egy új ága született meg, ami a szanszkritből átvett Dhyana nevet kapta, amit nehéz lefordítani, de egyfajta éber produktív tudatállapotot jelent. Kínában Chan-nak nevezték, de Japánban már Zen-nek hívják. A buddhizmusnak ez az ága a meditatív gyakorlat kiterjesztése. Megpróbáljuk kiüríteni az agyunkat, mert az ideológia szerint a racionális gondolkodás nem vezet megvilágosodáshoz vagy a nirvánába. Az óriási Buddhától nem messze gyakorolják, ebben a kis monostorban. A csendes zen meditációt a laikusok és az elhivatottak is gyakorolhatják. A vízes kehely meditáció célja az, hogy egyetlen csepp víz sem menjen veszendőbe. Az elmélet szerint ezt csak a zen révén tudjuk végrehajtani, mert ha a kehelyre gondolunk, akkor biztosan kilöttyen a víz. Csak tiszta elmével sikerülhet teljesíteni a feladatot. Nyugaton sokan hallottak már a zenről, ezért igen népszerű. Gondolja, hogy azért, mert a zen egyfajta menekülő utat kínál a fárasztó életből. Úgy gondolom, hogy manapság már nem csak a nyugati világ, hanem Ázsia is egyre elfoglaltabb, pénzközpontú. Mindenki a megélhetése miatt aggódik. Ezért fontos, hogy tudjunk lazítani. Csak a mának élni, és tisztán gondolkodni. Ha a jelenben élünk, akkor jöhet bármilyen probléma, semmi baj. Csak kiürítjük a gondolatainkat, és nem izgatjuk fel magunkat. Ez mindenki számára nagyon hasznos lenne. A zen
és az elődje a csán, a buddhista bölcsesség gyakorlatias formája, és az egyszerű élet újrafelfedezéséről szól. A zen tradíció szerint a megvilágosodás itt és most lehetséges. Nagyon különbözik a buddhizmus többi ágától. A zen a tudatunkra összpontosít. Legyünk éberek, és tudjuk, hogy mit csinálunk. A tudatunk nem túl bonyolult, csak a benne lévő gondolatok azok. A zen eszközként segít abban, hogy ne gondoljunk a hétköznapi életre, és éljünk egyszerűen. A zen, mint minden buddhista gyakorlat, eszközként használja a filozófiát a mindennapi életben. A meditáció érezhető eredményt hoz, akár a világ megismerésében, akár a magunk körül látott és a bennünk érzett szenvedés legyőzésében. Lenyűgöző számomra, hogy a buddhizmus bármelyik ágában a szenvedés áll a filozófia középpontjában. Ez azért nagyon érdekes, mert az elmúlt 2,5 évezredben a keleti kultúrákban egyáltalán nem volt központi kérdés a szenvedés. Nyugaton számos olyan probléma van, amit megpróbálunk a szőnyeg alá söpörni. Hozzászoktunk például ahhoz, hogy kijátsszuk a halált. De nézzék meg azt a szobrot, ahol Buddha azt ígéri, hogy a világ összes szenvedésétől megszabadulunk. Milyen jövője lehet a buddhizmusnak, mint világvallásnak? Mi történik akkor, ha a keleti gondolatok nyugaton kezdenek gyökeret verni? A buddhista eszmék és filozófia a pörgős és a szabad versenyre épülő Kaliforniában is egyre népszerűbb. A New Age és a 70-es évek hippi korszakában a karma és a nirvána szavakat mindenki megismerhette. A buddhizmus spirituális életet kínált, és az erkölcsöt helyezte előtérbe, de nem túl erőszakosan. Először az Egyesült Államok nyugati partján terjedt el a 19. században, a vasúton érkező japán és kínai munkásoknak köszönhetően. Los Angelesben a századfordulón épült fel az első buddhista templom. A Hacienda Heights-on áll a nyugat egyik legnagyobb buddhista temploma, a Szilály, ami a buddhista világ 7. csodája. Itt próbálom megérteni a buddhista koncepció lényegét, minden buddhista végső célját, a nirvánát. Tudják, miből van itt a legtöbb? Buddhából. Életemben nem láttam még ennyit. Legalább 10,000 van itt, ha nem több. Igen, 10,000-nél is több kisebb és nagyobb Buddha van itt. Ha megnézi, némelyiknek még neve is van. A kínai hagyomány szerint a családok ajándékot ajánlanak fel, amivel a templomot is támogatják. Ezzel azt üzenik, hogy Buddha itt van. Olyan ez, mint egy kapocsa külső és belső Buddha között. Az elmúlt 40 évben Európában és Amerikában megtízszereződött a buddhisták száma. Megfigyelők szerint Amerikában 2-3 millióan gyakorolják a buddhizmust, míg a szimpatizánsok számát 10 milliónál és többre becsülik. A Szilály templom a buddhizmus terjedésének példája. Sok buddhista imádkozni jön a templomba, míg mások meditálni. Nyugaton egyre népszerűbb a jóga, mert a mozgás és a meditáció egyszerű formája. A jóga az indiai hagyományokban gyökerezik, megelőzve a hinduizmust és a buddhizmust, bár a hinduk olykor a magukénak tulajdonítják. A buddhista jóga célja a személyes megvilágosodás elérése.
A buddhizmus egy ősi filozófia. Mégis kiválóan illik az amerikai életformához, a meg tudod csinálni hozzáálláshoz. Nagyon is illik Amerikához. Mindig is anyagiasak voltunk, ezt mindenki tudja. De idővel rájöttem, hogy ezen a módon nem jutok el oda, ahova akarok. Nem hinném, hogy egyedül lennék ezzel az élménnyel. Egyáltalán nem hiszem. A buddhizmus magyarázatokkal is szolgál, hogy miért. Biztosra veszem, hogy hozzám hasonlóan mások sem értik, hogy az anyagi javak miért nem tesznek boldoggá, és miért keresünk mindig valami újat. Nem lep meg, hogy a buddhizmus ilyen népszerű. Nem mond ellen se a többi vallásnak, se a tudománynak. Mindennel összhangban van. A templom számos okot ad arra, hogy a hívők felkeressék. A buddhizmus elkötelezett híveinek legfőbb motivációja a megvilágosodás, a nirvána keresése. Szeretném azt mondani, hogy ismerem a nirvána pontos meghatározását, de figyelembe véve Buddha saját szavait, miszerint meghalad minden szót és logikát, gyanítom, hogy nem sikerülne. A nirvána egyfajta tudatállapot. Ebben az egészen különös állapotban megszabadulunk az olyan erős érzelmektől, mint az erős vágy valami iránt, a gyűlölet vagy a zavarodottság. Abban a pillanatban, amikor elérjük ezt az állapotot, végtelen nyugalom száll meg minket. Ahogy a buddhizmusban oly sok mindent, a nirvánát is átélni kell, és nem magyarázni. De a buddhisták számára az odáig vezető út éppen olyan fontos, mint a megérkezés. A buddhizmus szerint a nirvánának az időben vagy a térben sincs rögzített helye. Ami azért furcsa, mert a vallás kevés rögzített elemek közül az egyik éppen az, ahol Buddha rátalált a megvilágosodásra. Úgy tudjuk, hogy erre Észak-Indiában került sor, a Szent Fügefa ágai alatt. Ott, ahol az utam elkezdődött, Bodhgayában, ezen a helyen született meg a buddhista filozófia 2500 évvel ezelőtt. Az utam során felfedeztem a buddhista hit kulcselemeit, és közelebb kerültem a buddhista filozófia magját képező elemhez, a dharmához. A dharma maga a világ, ahol akkor lehet a legjobb életünk, ha azt az ösvényt követjük, ahol a lehető legszenvedélyesebben, legkönyörületesebben, legoptimistábban és legbölcsebben élhetünk. A buddhizmus a számos ága és magyarázata ellenére is számomra meglehetősen egyszerű és világos. Megismertem a karmát, az életünkre ható tudatos döntéseinket, a szamszárát, az élet körforgását, születést és halált, a meditációt, a zent, és minden buddhista végső célját, a nirvánát. Láttam a buddhista eszmék ihlette legszebb épületeket, és azt, hogy a buddhizmus 25 évszázad múltán is milliókat vonz. Egy filozófia, mely az ősi múltban gyökerezik, és mégis pontosan illeszkedik a modern világba. Hogyan helyezi a hangsúlyt a felelősségre, hogy felismerjük önmagunk igazságát? A buddhizmus a fejlődése során kultúrákat formált át, és eközben önmaga is átalakult. Kíváncsi lennék, hogy Buddha gondolta arra valaha, hogy az eszméi ilyen hatással lesznek az emberi történelemre. Különösen arra, hogy a világunk két mozgatórugója éppen a múlandóság és a változás. Hallgassák meg az egyik legköltőibb megfogalmazást. Olyan, akár egy csillag a derengő hajnalban, vagy egy buborék a folyó felszínén, olyan, mint a villámfény a nyári felhők között,
Olyan, mint az ellobbanó lámpafény, a futójelenés vagy a röpke álom. Buddha 2500 évvel ezelőtti álmai még ma is köztünk vannak, melyekben minden idők egyik legéletképesebb vallása öltött testet, és amik a világ legikonikusabb és legszebb építményeihez vezettek.